sok szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Hatos csatorna televízió nézőit. Önök a Vallás és Kultúra című műsort látják. Nagyon sok szeretettel köszöntöm dr. Szabó Jánost, Szigeti Jenő professzor urat. Mai vendégünk Szabó János, aki az amerikai puritanizmusnak a nagy szakértője, hiszen most már erről papírja is van, miután néhány nappal ezelőtt megvédte a disszertációját. Foglald nekünk össze, János, néhány szóba, hogy miben más az amerikai puritanizmus és az angol puritanizmus? Tehát a kontinensen található puritán gondolkodás és az amerikai. Én is szeretettel köszöntöm a nézőket. Hát a velejébe kérdeztél bele. Az amerikai puritanizmus az angol puritanizmusból fejlődött ki, és talán a lényegi különbséget abban lehetne megfogalmazni, hogy egyrészt az angol puritánok hittek abban, hogy Anglia egy kiválasztott nemzet, gyakorlatilag egyedüliként Európában, és nekik kell a bibliai népének lenni. Tehát ilyen erős küldetéstudattal. Nagyon erős küldetéstudattal rendelkeztek, majd egy idő után eljutottak oda, amikor látták, hogy a kormányzat nem hajlandó változtatni a anglikán, vagy az Angliában lévő egyháznak, ugye mi anglikán egyházként ismerjük, rendtartásain, ráébredtek arra, hogy nem Anglia a kiválasztott, csak ők. Uh-huh. Egy kicsi nép, és igazából közülük került ki a döntő többség. Ők a maradék? Így van, akik vallásilag úgy döntöttek, hogy egy új földet keresnek maguknak. Ennek megvolt a maga tipológiai jelentőség, hogy Izrael kivonul Egyiptomból például, és hogy át kell a Vörös-tengeren, ők úgy kelnek át az óceánon, ahogy találnak idegen népeket az ígéret földjén, úgy találnak ugyanúgy indiánokat ott. Szóval megvoltak mindenfajta magyarázat erre nézve. Tehát az amerikai puritanizmus egyik lényegi különbsége az éppen ez, hogy egy nagyon erős küldetéstudatuk van arra nézve, hogy ezen az új földön építik fel az Isten országát. Aztán a másik jelentős... Ezért jelennek meg ilyen nagyon hamar ilyen települések, hogy Sion, meg Jeruzsálem, meg stb. Így van, mondjuk ez elsősorban nyilván Massachusetts, illetve Új-Anglia területén értendő ez a fajta gondolkodásmód, mert Virginiában, Georgiában, egy Pennsylvániában egy másfajta telepítési modell van, de amiről én írtam a disszertációm, az elsősorban Új-Angliával kapcsolatos. A másik jelentős különbség, hogy ahogyan Perry Miller megfogalmazza, egy híres történész volt, aki foglalkozott a puritánokkal, azért jöttek a puritánok Angliából, Amerikából, hogy meghódítsák a vadon, de a vadon hódította meg őket. És ez kialakított egy nagyon speciális amerikai küldetéstudatot. Tehát már ez lényegesen különbözik attól, ahogyan a puritánok eredetileg elindultak Amerikába, és a harmadik generációra ez lényegében teljesen megváltozott, egyfajta politikai kereszténység színezetét öltött. Lényegében ma is Amerikának van egy ilyen politikai küldetése, hogy ők azok, akik az ő demokráciájukon keresztül a világ válságos gócaiba majd megoldást hoznak. Így van, és valahol innen. És ez innen ered gyakorlatilag a puritán gondolkodásból, amely aztán szakít a vallásos hagyományokkal, és bár ezt nem lehet így kimondani, de inkább politikai karakter tölt magára. Igen, egyszerre politikai karakter tölt, és vallási mázban is jelentkezik, fogalmazzunk így. De ugyanakkor érdekes még, ha az antikrisztus tipológiáját nézzük ezzel kapcsolatban, hiszen számukra az antikrisztus a katolicizmus jelent az első olvasatra, aztán a francia-indián háborúk idejében ugye a franciákat jelent, a katolikus franciákat, és az angolok oldalán küzdenek ugye az antikrisztus ellen, és néhány évtized múlva Anglia válik antikrisztussá, aki őket zsarnoki hatalmánál fogva elfojtja és hát üldözi. Tehát csak utalnék erre, hogy így van, hogy például ebben is nyomon követhető ez, hogy általában az, aki velük szembe került ebből a szempontból, nagyon hamar, hát ugye egyfajta ilyen negatív vallási jelzővel illették. Hogy látod ezt a kérdést, tanár úr? Hát ez egy nagyon érdekes azért is, mert hát ugye a jelenlegi Amerikát se lehet megérteni ennélkül, mert néha értetetlen, hogy a csodában van, hogy Amerikában megjelenik a legszélsőbb liberalizmus mellett a legkonzervatívabb, legfundamentalistább vallásosság is. Hogy van ez a kettő egymás mellett? Ezt lényegében a történelem, ez a történeti út, amit most János felvázolt, magyarázza, és Amerika megértése lehetetlen enélkül, a puritanizmus megértése nélkül. Egy másik gondolat pedig az bennem, hogy azért nagyon jó megkülönböztetni az amerikai puritanizmust a kontinens puritanizmusától, sőt a kontinensen belül is más a holland puritanizmus, más az angol puritanizmus, más a magyar puritanizmus. És
ez aztán még érdekesebb, és a disszertációt volt szerencsém olvasni kétszer is, még érdekesebb, hogyha tovább megyünk, és azt nézzük, hogy például ez a felvilágosodással, a felvilágosodás egészen más eszmekörével hogy találkozik, hogy hatnak egymásra, hogy módosítja a felvilágosodást, és a felvilágosodás hogy módosítja a puritanizmust. Ez egy külön-külön érdekesség. Különleges szimbiózis alakul ki kettő irányrendszer között. Igen, illetve Szigeti tanár úr volt, professzor úr volt az egyik opponensem, és a bírálatában felvetett egy nagyon érdekes kérdést, hogy mivel a magyar puritánok is kiválasztottnak érezték magukat a török hódoltság idején, az amerikaiak is, miért van az, hogy Amerikában megmaradt a kiválasztódás tudata, a Magyarországon pedig ez nincs jelen ilyen módon. És ezzel a témavezető tanárom, dr. Lévai Csaba élt egy nagyon jó elmélettel, miszerint Amerika az folyamatosan győzedelmes háborúkat folytat. Ugye legyőzik a franciákat, legyőzik az indiánokat, legyőzik Angliát. Így értem, tehát arra a korszakra. És tehát gyakorlatilag ez a kiválasztottság tudat újabb és újabb megerősítés nyer. Ezzel szemben a magyarok ugye elszenvedjük azt, amit elszenvedünk folyamatosan, a török iga után a Habsburg megszállást is lehetne még így folytatni. Első világháború. Első, második vesztes világháború, szóval, hogy folyamatosan kudarcokon megyünk keresztül, és elveszítettük ezt a fajta puritán kiválasztottság tudatunkat, ha lehet így fogalmazni, de ez is egy érdekes összehasonlítási alap. Én például azt mondanám erre, egy harmadik megoldás, most a jogászi gondolkodásommal, hogy amikor Amerikába mennek, akkor ezek a puritánok saját maguk alakítják ki a társadalmat. Az európai puritánok már egy kész társadalomban különböző rendszerekkel találkoznak, és ez rendszeridegen a puritán gondolkodás. A protestánsok beveszik, de igazából egy harc van, hogy a katolikus meg az intézményes egyház között is olyan félig elfogadott státuszban vannak, és kevesen vannak ahhoz. Amerikában pedig egyre többen vannak, és az ő szellemi ideológiájukba nem szól bele a törvényhozás, nem szól bele az egyház, nem szól bele a főbíró, nincsenek katonák, akik kergetik, börtönbe szabják őket. Szóval ott tud fejlődni, Európában pedig korlátozás alá esik. Ebben van igazság, amit mond Imre, tudnilik a következő. Ha a magyar puritanizmust nézzük, és ezt most kicsiben hirtelen rávetítettem a magyar puritanizmusra, pont ez a probléma. Ki a puritánok ellensége? Az a református egyház, akinek a lelkészei hozzák be a puritánokat. Igen. Miért? Azért, mert pontosan félti a szervezetet. Az erdélyi fejedelemség által kialakított rendszer, ami elvezet odáig, hogy a Magyar Református Egyház az egyetlen egyház a világon, illetve a Kárpát-medencében lévő református egyházak az egyetlen egyházak a világon, hogy például van püspöki rendszer. Ez elgondolhatatlan mondjuk Amerikában, vagy Afrikában, vagy Ausztráliában, vagy bárhol. És ez pontosan azért van, mert meg kellett vívni a nagy harcukat a puritánokkal, és a puritanizmus nálunk egy vert helyzetbe kerül, már a 17. században is, mert ugye éppen ez a hivatalos egyház rá akar telepedni erre a gondolkodásra. És a szervezetet félti a puritánoktól. És ezért nem alakul ki az a küldetés tudat sem, ez is egy megoldás. Érdekes így összehasonlítani egy messze lévő világot. Mindegyikben van valami igazság, biztos, és egyik sem a megoldás kulcsa, de mindegyik a megoldáshoz vezető mozaikkő lehet. Így van, és a másik ugye magához a történetíráshoz is, ahogyan viszonyultak ugye az évszázadok folyamán. De először azok írják Amerika történelmét, akik részt vesznek az alapításban. Nyilvánvalóan ők úgy látják, hogy Amerika eleve úgy alakult meg, hogy egy isteni kiválasztottság alapon. Azért ez változott az idők folyamán. És ugye volt egy olyan generáció, akik nyíltan elkezdenek arról beszélni, hogy ez a új-angliai berendezkedés, ez minden volt, csak nem demokratikus. Hiszen ők nem azért jöttek ide, hogy vitatkozzanak vallási kérdésekről, hanem ahogyan említetted, megalapítsák az Isten országát. Ebben nem fértek bele a kvékerek. Tehát akkor a kvékereket üldözték Új-Angliában. Tehát mindenki, aki másképpen gondolkodott, gondoljunk Roger Williamsre, Anne Hutchinsonra, az vehette a sátorfáját, és elzavarták. Ugye Rhode Islandre költöznek, elnézést a kifejezésért, ezt az új-angliaiak, új-anglia pöcegödrének nevezték szó szerint, mert hogy oda mennek azok a vallási diszensek, akik nem fogadják el a mainstream irányzatot. És hát ezért fogalmazták meg nagyon sokan, hogy azért is volt könnyű a fejlődés, mert nem voltak meg azok az európai modellek,
amit ugye nem hoztak magukat, ezelőtt menekültek. Intézményrendszerek. Nagyon könnyű volt bekerülni a felső 10 000-be, hogyan? A pénz által. Tehát nem kellett beleszületni, meg stb. És hát eltávolították azokat, akik másképpen gondolkodtak. Igen. Azok mentek Pennsylvániába például, ugye William Penn ott telepíti a kvékereket. De Új-Angliában üldözték őket. Az anglikának nagyon nehezen tudnak teret nyerni Új-Angliában például. Tehát ez egy nagyon érdekes, ahogyan felvetetted, nagyon érdekes megközelítés. Igen, mert gyakorlatilag összeáll 15 ember, és azt mondja, építsünk egy templomot, hozzunk létre egy iskolát, akkor találjuk ki a törvényhozásunkat, stb. És nekik nem kellett harcolni az intézményrendszerrel, mint ami Európában nehezítette ennek az egész szellemi ideológiának az elterjedését. Az is érdekes, hogy megkérdezel egy mondjuk angol tudóst, aki szakember, hogy Amerikában demokrácia van, rögtön rázza a fejét, ez minden csak nem demokrácia, és ugyanakkor Amerika meg úgy jelenik meg a világ színpadán, hogy így mondjam, a világpiacod, majdnem így mondom, mert így lehetne mondani, mint a demokrácia exportálója. Hát az amerikai demokrácia, ez nem demokrácia, itt kezdődik az egész, a klasszikus értelembe vett demokráciában, éppen ezért, amit az előbb János is mondott, hogy aki nem azt gondolja, amit én gondolok a demokráciáról, az nem demokrata, holott a demokrácia az pontosan a tolerancián épülne, és az amerikai társadalmi gondolkodásban nagyon kevés tolerancia van. Ja. És hogyha nézzük ma napjainkban a történetírás, mondjuk Amerika kialakulásával kapcsolatban, ugye két nagy szekértábor van. Az egyik a vallási oldal, amely hangsúlyozza Amerikának a történelmi alapjait, hogy mindig is a függetlenség fele haladt, Isten országát akarták felépíteni, keresztény gyökerei vannak ennek az országnak, és azért van minden baj. A hálaadás ünnepe, ott a demokratikus republikánusok, mindenki tőle. Előfordult egy így össze-amerikai van. Gondolkodás. A másik oldal azt mondja, hogy ez nem igaz. Pulykát kell enni. Igen. Amerika nem keresztény gyökerű ország. Tehát ez a másik oldal, amely ezt kétségbe vonja. Az alkotmány nem amerikai, illetve bocsánat, nem keresztény alapokon nyugvó írat. Az alapítók nem voltak keresztények a szó klasszikus értelmében. És a kettő között megy a nagy harc, hogy akkor most milyen alapokra is épült Amerika. Ugye a disszertációban erre próbáltam valamilyen módon választ találni, és a középutas megoldásban találtam meg a megoldást. Nyilván nem az enyém, a konszenzus iskola írói voltak, akik azt tanították, hogy, vagy azt írták, hogy legalább 5 ideológia áramlat volt, ami befolyásolta Amerika kialakulását, amelyek közül semmiképp nem volt domináns egyébként a protestáns örökség. Tehát nagyon fontos volt a forradalom számára Amerika kialakulásánál, de nem domináns erő volt a protestantizmus már abban az időben. Tehát most nevezzük így a keresztény alapok. Nagyon érdekes, hogy Amerika annyira nem egységes, ahogy már ezt korábbiakban említetted, hogy ott vannak a déliek, a volt rabszolgatartók, ott vannak az északiak, a nagy demokraták, a mai napig nem egyeznek meg bizonyos szemléletben, és most ugye az amerikai elnök választás során egészen más beszédeket mond a két jelölt Floridában, mint északon, mert az ő nyelvükre kell lefordítani, az ő, hogy megszerezzék az ő támogatásukat, és mindenki azt mondja, hogy ilyen szoros vál-vál melletti küzdelemben, aki megszerzi Floridát, az besöpri majd a választást. Szóval nagyon érdekes, és ott húzódik meg az a gondolkodás, amiről szóltál. Igen, magát a polgárháborút, ha más észak és dél polarizációját nézzük, teológiai krízisként is felfoghatjuk. És még ez is egy kicsit Izraelre vonatkozik, az észak és dél, tehát ott is meg lehet, igen. Ott is volt háború, polgárháború, stb. Bizony. Az egyik fogságra megy, a másik majd később megy, szóval még ott is találunk analógiát. Igen, és teológiai krízisként is felfoghatjuk. Igen. Észak és dél azt mondta, hogy Isten a mi oldalunkon áll, mert mi a Biblia alapján tartunk rabszolgákat. Igen. Észak azt mondta, Isten a mi oldalunkon áll, mert ő hozta létre Amerikát, és az egységét szeretné megőrizni. És mind már nincs szükség rabszolgákra, fel kell szabadítani így őket. Így van. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog volt, mert mondom, a polgárháború teológiai krízisként kezelhetjük, egyértelműen. Ugye, ahogyan lényegében mondjuk az Európa oldaláról, hogy jobban érthető legyen, az első világháború ez a teológiai krízis. De mert mind a két oldalon megáldják a fegyvereket, ugyanannak az Istennek a nevében, és óriási emberveszteségek óriási vannak. Emberveszteség, óriási kegyetlenség. Ez volt az ő világháborújuk idézőjelben. Nem véletlen, hogy ennek aztán az a vége, hogy megjelenik az ateizmus mondjuk harcos formában a kommunizmusban.
Előbb említetted a kvékereket és a puritánokat. A kvékerek mennyire puritánok? Vagy a puritánok mennyire kvékerek? Úgy gondolom, hogy elválaszthatatlanok, tehát azonos gyökerekből táplálkoznak. Nyilván a puritanizmuson belül is voltak azért különbségek, ugye voltak a szeparatista puritánok, voltak azok, akik sokkal inkább a presbiterianizmus felé hajoltak el, voltak a kvéker irányzathoz tartozók, akik a belső hangra igyekeztek figyelni, és hát másképp élték meg a hitéletüket is, mondjuk, mint az újangliaiak. Ez később komoly problémákat okozott egyébként Pennsylvániában az indián háborúk idejében, hogy más nem mondjak, a kvékerek ugye nem fognak fegyvert, nem viselnek hadat, és éppen ezért, amikor az indiánok halomra ölik az északon élő német települőket, és nem nyújt segítséget a kormányzat, a kvéker kormányzat nekik hivatkozván arra, ugye, hogy hát a háborúskodás az nem helyes dolog, és hát nem kvékereket gyilkolnak, ugye az messze van tőlük. Ez végül is a kvéker többségű hát, helyi hatalomnak a bukásához vezet, hiszen lemondanak többen, és így adják át Pennsylvania vezetését más kezekbe, és így kerül le a kvéker többségről. Tehát a kvékerek az egy nagyon speciális vallási irányzat volt, de mindenképpen a megújulási mozgalmak talaján állt, lelki megújulások talaján. És óriási hatása volt, legalábbis északon. Így van, Pennsylvania vidékén. Nagyon jó kereskedők voltak. Rendkívül jól értettek a misszióhoz, tehát nagyon jó misszionári lelkületű emberek voltak, de aztán érdekes módon valahogy önmaguk felé forduló közösségé vált, és olyan vitákat folytattak, ahol például lehet-e kalapot emelni a másik ember előtt, amikor köszönök, vagy nem. Vajon bálványimádása, hogyha a temetőbe sírfeliratot helyezek el a halott felé, vagy nem. Tehát olyan kérdésekkel kezdtek el foglalkozni, amely az én megítélésem szerint valamilyen módon azért úgy felülrölte belülről a kvékernek. Gyöngítette a belső kohéziót. Így van. De azért még a kvékerek irány még mindig van valami, talán mondhatnám így, muzeális tisztelet? Most gondolok én azt, hogy nem tudom én, Penn Vilmosnak állítottak egy szobrot, és akkor azt mondták, hogy a kalapjától, és most itt jön, magasabb épületet nem lehet abban a városba húzni, és ez annyira törvény a mai napig, hogy ezt meg sem próbálják, pedig azért az iparosodás, a kereskedelem, szóval igényelni a magas építészetet, de inkább lemennek a föld alá 8-10 emeletet, hogy az igényeik is megjöjjön, ki legyen elégítve, és gyakorlatilag Penn Vilmosnak is megadják a tiszteletet. Igen, de egyébként harcias, most lehet így mondani, megújulási mozgalomot a szó lelki értelmében, hiszen Új-Angliában kimondottan nem örventek, amikor kvékerek jöttek, megkorbácsolták őket, voltak, akiket kivégeztek egyébként Új-Angliában, Massachusettsben, tehát nagyon nem szerették őket, mert, hogy úgy mondjam, megkérdőjelezték a fennálló kialakított rendet, ahol azért az állam az egyenlő volt az egyházzal, az egyház pedig az állammal Új-Angliában, tehát nem volt éles különállása, tehát viszont a lelkészeknek óriási befolyása volt. Óriási befolyása volt a dolgok irányítására. Tehát nagyon érdekes, hogy ők átjönnek Európába, vagy elmennek Európából Amerikába, hogy felépítsék az Isten országát, mert őket üldözik. És ott ugyan olyan üldözésben van. Például üldözik a kvékereket, vagy a másként gondolkodókat. Igen. Ez érdekes, hogy mennyire ezek az intézményrendszerek aztán felépülnek, megerősödnek, és aztán a gyenge oldaluk épp úgy megmutatkozik, mint a kontinensen. Ehhez csak valamit, egy általánosabb dolog, hogy Amerikában érdekesen más szerepe van a hagyománynak. Szóval valahol egy amerikai ember mindig a gyökereit keresi, ez minden egy emberben megvan, hogy elmondja, hogy a harmadik generáció, hogy dánok voltak az őseim, innen jöttek, stb. Ez nálunk ugye nincsen meg így Európában. És ez a hagyománytisztelet, ez megvan a vallásban is, csak az az érdekes, hogy miközben a Penn Vilmosnak szobrot állítanak, a Penn Vilmosnak az alapvető tanításától viszont olyan messze vannak, mint Makó Jeruzsálemtől. Szóval ez a kettő, ez így nagyon jól megfér egymásra. Sőt, lehet, hogy ez úgy van, hogy adjuk meg a tiszteletet, és akkor innentől csinálunk fogva a szellemiségét már nem kell magunkévá tenni. Azt még betartjuk, hogy ne legyen magasabb épület, majd lefele építkezünk, ez is megvan. Aztán ehhez hozzátesznek egy kis hisztériát, hogy jó lesz majd egy atomháború idején, mert ez is az amerikai jelenség, hogy Isten így akarja, hogy majd a föld alá menjünk. Szóval ez mind együtt van, és ezért Amerikát nagyon nehéz megérteni európai fejjel. És a disszertációnak én abban látom az óriási dolgát. Pont itt szeretném megmutatni ugye a disszertációt, és arra kérnélek, János, hogy egy néhány percben
foglald össze, mint írója, mi ennek a disszertációnak a magva, a lényege? Disszertációt azzal a hipotézissel indítottam el, hogy... Mi is a pontos címe? A puritanizmus hatása az amerikai forradalomra, különös tekintettel Új-Anglia kolónia. Igen, igen. Még neked is lesni kellett. Igen, hogy egészen pontos legyek, mert én már úgy lövidítve mondanám, hogy a puritanizmus Új-Angliában. Tehát kísérletet tettem arra nézve, hogy arra kérdésre választ találjak, milyen hatással volt az amerikai forradalomra, szabadságharcra, függetlenségi háborúra, itt az angolokkal vívott háborúra gondolok, a vallásnak volt-e szerepe, vagy nem volt szerepe. Megmondom őszintén, az eredeti hipotézisem az volt, hogy egyértelműen szerepet játszott, mégpedig döntő szerepet játszott Amerika kialakulásánál és a függetlenségi háborúban a vallás. És ahogyan végeztem a kutatásaimat, megnéztem a két fő irányzatnak az álláspontját, aztán megláttam a középutas megoldási kísérletet, témavezető tanárommal nagyon sokat beszélgettünk erről, végigkíséri a disszertáció a puritanizmus kialakulását Európában, a történelmi hátterét, beágyazottságát Angliában, hadd mondjam így, a kontinensen. Aztán a vándorlást, ugye az alapító atyákkal, az új világba, a berendezkedést, a különböző generációknak a viszonyulását, majd pedig egy nagy rész foglalkozik a nagyébredési mozgalom kérdésével, az első nagyébredési mozgalommal, amely az én hipotézisem szerint a függetlenségi háború egyfajta előszobája volt, ami a retorikát illeti, és ekkor nevezik először az amerikaiak magukat amerikaiaknak. Ekkor van egy interkoloniális kapcsolódás közöttük, egy olyan élmény, mint együtt él meg a 13 gyarmat, akiknek egyébként gazdaságilag és politikailag szorosabb kapcsolatai voltak az anyaországgal, mint egymással. De itt ez változik. És aztán arra a kérdésre keresem a választ, hogy vajon az alapítók mennyire voltak vallásosak. És én azt látom, hogy az a fajta, amire a professzor úr is utalt, az a fajta teista racionalizmus, ami jellemző volt az alapítóknak a többségére, az egy nagyon érdekes keveréke volt a politikai kereszténységnek. Semmiképpen nem lehet megérteni európai megközelítéssel csupán, hogy felvilágosodás, akkor az biztos, hogy szemben van a vallással, ha valaki vallásos, akkor szemben van a felvilágosodással, nem. Itt a kettő megtalálta az ötvöződését, hogy így mondjam, találkozhattak egymással, én ezt nevezem teista racionalizmusnak, és én úgy látom a disszertáció végén, hogy legalább 5 nagyon fontos eszmei áramlat volt, amely hatott az amerikai függetlenségi háborúban résztvevőkre, eltérő módon egymást erősítve, vagy gyengítve, a kohéziós alap nem feltétlenül a vallás volt ebben az ötben, de egy fontos pillért jelentett mindenképpen. Tehát fontos, nem elsősorban az alapítókra gondolok itt, hanem azokra, akik megvívták ezt a háborút. A gyakorlati, a közkatonákra. Így van, és nem a fekete seregre, akik végig ott voltak és az eszmei hátterét adták, a fekete sereg alatt a kongregáció és a lelkészkart értem elsősorban. Ez a mai Amerikának megértésének egyik legfontosabb kulcsa? Tehát enélkül a mai politikai rendszert, a mai társadalmi rendszert nem fogjuk megérteni, úgy látod? Szívesen mondanám azt, hogy ez az a legfontosabb kulcsa, hiszen ezzel foglalkoztam, de akkor nagyon elfogult lennék. Azt mondom, hogy egy nagyon lényeges kulcsa. Nem feltétlen most a te disszertációdra, hanem erre a szellemtörténeti témára érte. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos része. Tehát enélkül én úgy gondolom, hogy nem érthetjük meg a mai Amerikát, az amerikai közgondolkodás, a politikai életet, az sem, hogy Amerika miért játszott olyan szerepet, amiért játszott még az első-második világháborúban, illetve a hidegháború időszakában. Igen. Bár Amerika a mostani időszakban mindenféleképpen, Vietnámot kivéve vesztes háborúk, tehát az elmúlt 100 évben Amerika folyamatosan vesztes háborúkat termelt ki magának, még a korábbiakban folyamatos győztes háborúkat. De viszont ez a vesztes háború nem a területén volt, ez így van. Nagyon fontos. Ez is egy nagyon fontos. Így van. Nélkülözhetetlen. Igen. Szabó János, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, gratulálunk a disszertációhoz, Szigeti tanár úrnak a szakértést, elköszönünk a kedves nézőktől, Önök a Vallás és Kultúra műsorát látták. Isten áldja Önöket, viszontlátásra!